harmadik helyezett Videoton, tehát a 11. Paksal játszik a döntetlen királlyal, hogy így fejezzem ki magam, hiszen a Paks volt az, amelyik a 12 fordulóból 6-szor döntetlent játszott, ennél többet senki nem. Jön a beadás, sikerül megcsúsztatni a labdát. Ez így még veszélyes lehet. Gólhelyzetben a Paks, és megszerzik a vezetést. Vernes Richard passzolta be középre a labdát, és a Videoton védelem komplett asszisztálása mellett Csertő Jaurél együttese megszerzi a vezetést, ez ám a fordulat. Hán János a gólszerző Vernes passzából. Négo indítása. Hadzsi sem tudta jól megjátszani, egészen mélyre kerül hátra a labda. Fiola. Lövés messziről, gól! Hát ez Székely benézte, nem tudok rá mást mondani. Ez bizony óriási kapushiba volt. Géresi góljával egyenlít tehát a Videoton gyakorlatilag a semmiből. Óriási kapufa! 11-es. Nem szabadult meg tehát a Paks azzal, hogy kifelé csattant a kapufáról a labda, hanem utána volt egy szabálytalanság a 16-oson belül, 11-eshez jut a Videoton. 24. perc. Csepovics berúgja, mégpedig nagyon-nagyon magabiztosan, és ez azt jelenti, hogy a Videoton a gyors bekapott gól ellenére 20 percen belül megfordítja a találkozót. Vinicius remek ütemben lépett ki az üres területre. Az még akár jó is lehet. Géresi megy el a bal oldalon. Géresi a 16-oson belül, van vele szemben védő, de van érkező ember is, és lesz, hiába gól. Itt van, hogy Géresi megkapja a labdát, ugye Lenzsér megy vele vissza. És valóban lesen volt Csepovics. És ível át a másik oldalra, Szabó befejeli középre, és nincsen gól, hatalmas vetődéssel Kovácsik fogja meg a labdát. Nagy bedobás lesz, Juhászt kereste volna Szolnoki, Vinicius. Ott a gólhelyzet, Csepovics, 3. Álomszerűen indult a Paksnak ez a mérkőzés, 1-0 már a 4. percben. Azóta viszont egy csapat van a pályán, és ez a Videoton. 20 percen belül megfordították a meccset, és még az első félidő vége előtt pár perccel a harmadikat is berúgták. Csepovics. Ez egy nagyon nagy labda, Négo. Négo még, és föllöki őt Szabó, ebből piros lesz. Ez nem is kérdés, vagy legalábbis nekem nem az, de már ott van a játékvezető kezében a lap. Tehát megfogyatkozik a Paks, Szabót kiállítja a játékvezető. És akkor megint nagy bedobás lesz belőle. Amit sikerül megcsúsztatni, és nincsen újabb gól. Könnyen megszerezhette volna 4. gólját a Videoton. Juhász, Pátkai. Szolnoki tisztán vehette át a labdát, és indul be vele középre. Ott a gólhelyzet megint, Hadzsic, ott a 4. Elkezdődik a második félidő, 48. perc, Hadzsic góljával 4-1. Hát sokat nem kellett várni az újabb gólra. Kecskés, visszatolja a bal oldalra, ez egy nagyon szép csel volt. Kecskés a 16-oson belül, és kap egy sárga lapot Kecskés a műesésért. És Kecskésnek van már egy sárgája, úgyhogy második sárgával kiállítja őt a játékvezető. Még egy emberrel kevesebb a pályán.
Géresi ennek a mostani szezonnak a nagy felfedezetje, azt hiszem nyugodtan lehet mondani, és az ő játékára már Ben Stork is fölfigyelt. Csepovics visszakínálja a labdát, Lazovics, ott az ötödik. 5-1 Lazovics góljával tehát. Mindez a 63. percben. Van 2 méter a számítógép szerint. Én egy picit közelebbnek gondolnám, de higgyünk a gépnek. És nézzük akkor Bódit. Bódi tehát mellé. Ott van még egyszer Bódi szabadrúgása. Fél métert tévesztett körülbelül. És Farkas Ádám ebben a pillanatban le is fújja a találkozót, amelyen a Videoton teljesen megérdemelten győzött, még ilyen arányban is. A végeredmény tehát Videoton Paks 5-1.